Bánki György vagyok, pszichiáter. A könyv, amit hoztam, Paul Vaclaviknak, aki két társszerzővel írt könyvéről van szó, az a címe, hogy Változás. 20-as éveim elején találkoztam ezzel a könyvvel, ami annyiban hatott az életemre, hogy akkoriban nem tudtam még, hogy mi leszek, ha nagy leszek. Az orvosi egyetemre jártam, és tűnődtem, hogy mennyire érdekesek a fonendoszkópos hallgatózási leletek, és úgy éreztem, hogy nem csigáznak fel úgy, mint sok minden az életben. És akkor elkezdtem valahogy a Popper Péter előadásai, meg személyes kapcsolatok révén valahogy a pszichológia, meg a pszichiátria iránt érdeklődni, és akkor jött szembe például Vaclaviknak ez a könyve, ő egy osztrák származású szerző volt, egyébként filozófus is volt. A könyv maga az egy ilyen izgalmas, rövid utazás, és arról szól, hogy hogyan látjuk a problémákat, és hogyan próbáljuk megoldani őket. Néha hogyan válik maga a probléma megoldás a probléma forrásává. Tehát, hogy világos legyek, mondjuk Vaclavik arról beszél, hogy vannak elsőfokú probléma megoldások, meg másodfokúak. Ugye elsőfokú változtatás tud lenni az, hogyha problémának látom az alkoholfogyasztást, és elkezdem korlátozni, és mondjuk eljutok a szesztilalomig, amivel iszonyú nagy bajokat hozok a világ fejére, és megalapozom a későbbi maffia filmeket, mert ez körülbelül arra jó, hogy a fekete piacot erősítsem, de az alkoholfogyasztás nem fog csökkenni. És vagy ilyen például, amikor valaki rettenetesen szorong, és hirtelen arra jön rá, hogy ő nem tud közlekedni, ezért aztán leszáll a buszról, és ezt az elsőfokú változást odaig fejleszti, hogy mondjuk nem jön ki a dunyha alól, és úgy érzi, hogy ezzel mintha megoldott volna valamit, holott egyre rosszabb helyzetbe kerül. És hogy mik azok a másodfokú változások az életünkben, erről szól a könyv, és nagyon izgalmas. Tehát, hogy hogyan tudunk valamitből, hogyha keretből kilépünk, hogyan tudunk létrehozni valamit, ami lehet gyümölcsöző, hasznos, építő valami. És ezzel ez a könyv engem nagyon megfogott. Ez egy olyan könyv, ami a problémáknak a szemlélésén gondolkozik, mint problémán. Tehát, hogy néha olyasmit látunk problémának az életünkben, amik nem is problémák. Néha meg olyan megoldásokhoz folyamodunk, amik aztán a problémák lesznek. És hogy ezekben hogyan tudunk tisztában látni, hogyan tudunk lemondani olyan megoldási módszerekről, amik igazából valami rossz helyre visznek minket. Ez a könyv nem feltétlenül a személyes életemben segített valamilyen nagyon konkrét módon, hanem inkább azt a szellemi érzelmi izgalmat hozta be, hogy tulajdonképpen mi is az én utam, mik is azok a dolgok, amik engem foglalkoztatnak ilyen értelemben, hogy hogyan tudok hatni más emberekre úgy, hogy valami tényleg történjen velük, ami több, mint az a, ami addig elérhettek, vagy amit favágásszerűen, amivel újra és újra próbálkoztak, de meddőnek bizonyult. És közben ez egy olyan mű, ami mindenkinek ajánlható, mert rendkívül szórakoztató, nagyon sok példát hoz, történelmit, vagy matematikait, de emészthető formában, tehát ez egy nagyon érdekes és szórakoztató olvasmány, és szól a mindennapjainkról is, abszolút befogadható, és hát azért eléggé gyümölcsöző is. Tehát a könyv Paul Vaclaviknak a Változás című könyve, amit két társszerzővel írt, és én Bánki György vagyok, pszichiáter.